Ettől értem a kis csapatot. Mondanom se kell neki semmit. Bent Júlcsik, amíg bent van, Pali van bent, ez van bent. Amcsinak már csak a hókás lesz, következőben kijövünk Bözsi. Bözsi, Impi, Tama és Labotasz. Csak kibírom. Idén már csak kibírom. Még egyszer ide jövök. Persze. Már csak azért mondom, vízül 31-e van. Ami annyira nem érdekel. Nem tud meghatni. Azt, hogy megint idősebbek lettünk. Annyiba igen. De maga. Poseidon, Dandy, Ördög. Bizuska és Biosi Bonyolósága. Mind gyönyörű persze. Jó van, drága. Intelligens szülökákok. Intelligens babák. Nyomorék mindenemet. Drágáim, hazamentünk egyből a Julcsa, Tamára, Impire, ott Labotasz és Bözsike. Egyből nyomjuk le, többiekben pörögjenek. Jön a Zoli. Tessék? Ha akárki, de fölülök én a Tamára. Hát udvar, mert hát föl. De miért jössz föl pályára? Mert elvegyem a Julcsitól egyetlen egy lovát. Akkor állom neki a labit. Most lőném a Lizát is, bazdmeg, de akkor sír a izét. Te sírsz azért. Négy-öt lattom lehetne. Lelkiekben ne aggódj, lelovagolok napi 30-at. A Bözsire is fölülnék, de akkor meg te fogsz rinyálni. Jaj, elvettem a lovát. Dehogy nem. Hogy álltok, drágáim? Szervusz, gyönyörű. Megint két kört, megyünk pálya, extra talaj. Ezt nem esésre mondom, hanem arra, hogy a lovak lábának. Bár ilyen lenne mindig. Hát az ocsolnák ilyen lenne, amikor szahara van. Mindenki kész? Lady Strot, pályába galó, itt egy kicsike trap, még egy galó, nem kell extra hossza második, alamezzo. Jövünk a következővel, pörögjünk, én darálok közben, padikot kidobok itt len kettőt. Pörgés van, akkor jó. Én pörgök, azon is kibaszott szarú vagyok. Hátam vesémtől fölfele. Pörgünk, olyan jól tudunk haladni. Amikor gondolkodnak, szobába beülnek, halálom. Nagyon jó, és akkor négyel jövünk, mert Nikinek a lovardájában van egy kólikás, úgyhogy kis kancája padikba megy ma, semmi baja nem lesz, mert az is már bőven. Két hordó árpát lekedem, már egy majdnem megvan. Az lesz a dolgom. A tutyi-mutyizás meg a sok gondolkodás nem szeretem. Sőt, idegbeteg leszek tőle. Pörögjünk, haladjunk, itt vagyok, elmondom mi. Persze vannak rögtönzések, elképzelhető padikba, hogy ez ide, az oda, de pályába általában az van. Minden remek, ha haladunk. Remélhetőleg. Na, itt van ez. Akkor négyel kijövünk, forberájtunk a jellingek. Ugye abból van négy. Hókás, Kistúr, Pavelko és a Szürke. Így van négy jelling, akár fölülök én a Tamára vezetőről, most kijövünk a Julcsa megy a Kincsen Parkba lovagolni, versenypóni, úgyhogy időbe le kell lépni, én mondtam inkább előbb, de ez alatt belefér neki, a csikózás, ha nem, arra főpattanok én vagy valaki, tehát nincs itt semmi probléma. Még így is fölülök. Hát,
Én nem emlékszem, hogy töréseken kívül voltam én beteg az életemben, mármint a munkában, hogy kimaradtam volna. Vagy majdnem, hogy akárki. Más világ van, elpuhultak, nem tudom. Szerintem az utóbbi inkább, hogy elpuhultak. Nem, hogy nem tudom, hanem az előbbi elpuhultak. Gyengék mind a harmat. Sajnos, ilyen lett az élet. Nem is rájuk fogom. Na más minden nap kész, inkább így mondom. Nem bántok én egyiket se. Minden más lett. Nem jó irányba, azt hozzáteszem. Szabad nap. Hol volt itt szabad nap? Mondjuk fél órával későbbi vonattal jöttem. Nem a 444-es, hanem a 5:10-essel. Ez volt a szabad nap. Meg is őrültem volna más lovagónál a lovaimat. Persze úgy csináltam, hogy mondjuk pénteken legyek szabadnapos. Akkor jöttem, ugye galoppok voltak egyebek, tehát voltam egyértelmű, és szerdán dolgoztam, mert aztán megtudta a trénerem, kiloptam a Rikit, mondjuk a dramaturgiát, fölnyergeltem, és jöttem, itt trappolgattam velük, mászogattam a dombon, ennyi, nem volt kentre. Milyen lazító. A gyerek fejjel tudtam, hogy az a lónak biztos, hogy jó. És mondom, semmi, ilyen átlazító. Rengeteget trappoltam, akkor Inával volt probléma, hál' Istennek elért. Itt volt egy nagy parkoló beton buszoknak, ugye itt a mechanika művek voltak. Föl is jelentettek egyszer, hogy a patkó dobogást hallják az irodákba végig. Annyian följelentettek, már gyerekkoromban kezdődött, ott, amikor elloptam a lovakat a kocsmák előtt. Ilyen följelentgetős típus vagyok, mármint, hogy engem. Na, ezt föl lehet jelenteni, jelentsük. A kicsikém, remélem jöttök ügyesen. Aztán Tama, Labi, Impi és Bözsi. Jönnek is. Nagyon jó. Ugyanazt megáll a lányom, ahol tegnap. Persze megbeszéltük, ugyanaz a meló, úgyhogy vér bennük van, hál' Istennek. Jó képek nem lesznek, mert nincs napocska. Nagyon ügyesek vagytok. Puszika, Dendike, Ördit drágánk, Lizuska, és szép diósi sárga. Ajde! De tudod te, így van, galo. A vér bennük van. Odafigyelnek. Ilyen másra nem otthon, ne aggódj, de itt lovaglás, lónál, munka, aga van elő. Ezt kihagytam mondani. Ja. Tehát aga, poszi, dandy, ördög, Liza. Diósi sárga. Így van rendszeres. Hát, ja, igen, hogy meséltem itt az életemet vissza. Hát, mi életem az életem, csak amik úgy voltak ilyen intermezzók. Ez az. Tehát nem volt szabad. Ja, kint dolgoztam Münchenbe, Erik Pilsnél. Semmi baj, egy napot se bántam meg ott se. Ott minden két hétben volt egy szabad. Most hallgasd. Délután. Tehát esti etetés. Egy szabad. Szabad nap nem volt. Egy szabad etetős délután. Na, két hétbe egy. Svájc volt már volt, minden héten egy szabad nap. Az gyönyörűen 70 frank, ilyen mi rojkalámat kilovagolta volna. Na. 70 franké ledolgoztam. Hova legyen? Úgyis fölkeltem volna 6-kor, csak nézek ki a fejemből. De, hogy is. Mondjuk a fizetésemhez hozzá sem nyúltam. Összesöpörtem, végeztünk. Udvart összesöpörtem 30 frankért. Csókolom. És... nagy kaland, a fizetésemhez nem kellett hozzányúlnom. A tulajok nagyon szerettek, nyomtak lóvéval. Ez a vezetések, rengeteg pénz volt, az úgy kis összesöprés. Itt végeztek a kentrével, ezerrel nyomulok gyorsan be. 10 percre kidobom ezt az impikét neki. Aztán lejönnek Julcsikával, azt nyergelik Tama, Impi, fölmennek, Labi, ért meg Bözsikért. És akkor jövünk ki négyen, többiek forberájtunk, amit kell. Pörögjünk, pörögjünk, motion, come on! Köp, köp, köp! Hí, de imádom, a pörgés van. De egyedül pörögsz, akkor csak idegbeteg leszel. Mert ott menni, hogy ott van? Ne, nincs ott. Tehát megelőzöd őket négyszeres gyorsasággal, akkor véged van. Ha már eléjük mész, még ha egyszeres gyorsasággal, az se jó. Megőrülsz. Oda mész, hogy az már ott megvan, de nincs meg. Nem, csak úgy általánosságban beszélek. Nem tudják felvenni. Mondjuk a lépése velem senki. Ilyen gyorsan mész, mi idegbeteg vagy? Nem, bazd meg. Én így megyek, 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 haladok. Haladok, ennyi. De olyan egészséges is szerintem a sok séta.
Itt csak a kamerába szarítan forgok, mint a tojóvalam. Na, elég is ma pofából. Pont meg is értek, odafordultam. Jó hosszú videó lett, ez megint nem megy a WhatsAppra. Aga, Poseidon, Dendike, Erdi cica, gyönyörű lizánk, és a gyönyörűséges sárga. Szuper, Alamezzo!